Az, hogy egerre, bárhol járunk az országban, büszkén tekintenek, annak nem csak a történelmi múlt ad hátteret és magyarázatot, nem csak az építészeti értékek, nem csak a várvédő legendája, nem csak a belváros szépsége, hanem nagyon nagy mértékben az az emberi odaadás, az a tapasztalat, az a melegség, amely az egyik kereskedőkből, vendégesekből, mesteremberekből áll. Hogy egy másik példát említsek, annak idején Brezmai Imre dolgozta fel a török utáni város fejlődés történetét, és leírta azt, hogy ez a kivérzett, sokat szenvedett város elsősorban iparossága és kereskedői révén gyűjtött erőt, gyűjtött a erőt a város felépítéséhez, de ahhoz is, hogy legyen gondja adott esetben a szegényekről vagy a betegekről való gondoskodása is. Ez az a város, amelyik nem vált megosztottá, bár akkor azt lehet mondani, hogy sok nemzetiségű volt, hiszen németek, lácok, görögök és más nemzetek élték itt az életüket. Én azt gondolom, hogy a mindennapjaink, amikor egy kulcsot kell gyorsan lemásoltatnunk, amikor egy családi fényképre van szükségünk, amikor egy családi ünnepet szeretnénk megünnepelni, egy szép torta felszeletelése közben, amikor gyertyát mondtunk egy egri gyertyelentő munkája nyomán ezen a születésnapi tortán, vagy éppenséggel a karácsonyi gyertyát gyújtjuk meg. Nos, én azt hiszem, hogy minden egri számára ez fontos. Kultúrban gyökerezik a jövőnk. Tehát, és azt nem győzöm hangsúlyozni, már a fázisoként mondják ezt, hogy mindig a kulcsa néztek vissza. Igen, mert azok, akik leadták az alapokat és építették, a semmiből, és tisztességet, becsületet adtak nekünk, és aztán átették, hogy vigyétek tovább, és próbáljátok átadni a jövendőnek. És miért jó nekem? Mert mindenki személyes ismerősöm. Egyszer egy kereskedő, egy iparos becsapatja másikat egy kisvárosban, akkor találkozunk, és lépteljünk, mert megyünk, ismerősként köszönünk. Tehát sokszor azt mondja a kereskedő, hogy ezt tenni nem, mert ezt neked nem ajánlom. Egy iparos, ne költsön rá egy kérdét sem, mert erre már nem szabad. Ne megyünk egy vendéglátó helyre. Azt mondják, hogy tudom, hogy neked húzatos, üljetek át egy másik helyre. Tehát emberi lépték, emberi hang köszönjük bennünket. De ha netán olyan dolog előfordul, hogy megszorulunk pénzügyire, nem baj, holnap majd beadod. Ez egy élhető város, mert ezt igazából máshol nem tudjuk, kimegyünk a városon, túl nem tudjuk megcsinálni. Mert ott nincsenek barátaink, nincsenek embereink, nincsenek gyökerek, amihez vissza tudunk nyúlni. Nagyon remélem, hogy tovább tudjuk vinni ezt a hagyományt, és talán ha nem tényleg, akkor említettük, hogy hagyományteremtő úrnak szeretnénk minden évben megemlékezni ezek egy ilyen közéleti alkalmából, és remélem, hogy már az egy évre újabb ennyi ember köszönhetünk itt, és az azt követő időszakban. Kicsit nagyot.
Akkor még egy rossz. Jégli Gábor. Horváth és Solymosi Eszter. Harmos Irénén. Rezsó István akkor nem volt itt. Bent Kálmánné. Szajlai Bertalan. Dragóczi Bertalanné. Nagy Mária. Orró József. Ja. Juhász Attila. Juhász Aliz. Iba Csankal. Kossó Attila. Kossó Antal. Hajmati László.